Üdvözlöm a kedves nézőket, én Furacsi vagyok a Mondokon helyszínén, és a Mondokon győztese, Mondokon Hearthstone győztesét kérdezzük ki, Barta Csabát, az ETLD játékos. Szia! Sziasztok! Kérlek, mutatkozz be a nézőknek. Barta Csaba vagyok, Szegedről érkeztem, és hát igazából ez volt az első ilyen komolyabb megmérettetésem a Hearthstone-ban, eddig csak olyan hobbi szinten foglalkoztam a játékkal, elütni a szabadidőt. Meglehetősen jól sikerült a fő próba, úgymond. Gratulálunk hozzá. Mióta űzöd ezt a játékot? Hát tavaly november eleje felé kaptam meg a akkor még zárt béta kulcsot. Igazából én a World of Warcraftból érkeztem, tehát onnit értesültem a játékról, és akkor tulajdonképpen ez volt az első ilyen online vagy nem online gyűjtögetős kártyajáték, ami eléggé beszippantott, és onnantól kezdve folyamatosan foglalkozom vele. Milyen érzés volt színpadon néző közösség előtt játszani? Igazából nem volt még ilyen jellegű élményem, illetve teljesen más szemszögből, amikor Remin voltam a központ, mert így nyelvvel foglalkozom és tolmácsolás véget voltam már úgymond színpad közelben. Tehát így a tömeget azt meglehetősen így a perifériára ki tudom szorítani, tehát igazából ott ültem a számítógép előtt és semmi más nem befolyásolta azt, hogy én most mit, hogyan csinálok. Miből ered a neved? Igazából nem annyira érdekes történet, még a régi mudos időkből származik a dolog, és tulajdonképpen egy generált nick az egyik játékhoz, csak van egy kisebb társaság, akikkel gyakorlatilag azóta együtt összejárunk, játszunk, és így mindenki ragadt valamilyen nick. Rajtam ez. Később ebben most már komolyan fogsz foglalkozni Hearthstone-nal, vagy még mindig hobbi szinten gondolsz rá? Igazából ez most még eléggé képlékeny. A kezdőlökés úgymond megvan, hogy komolyabb szinten is foglalkozzak a dologgal. Még nem döntöttem el, hogy mennyire tart ki a lelkesedés, bár most a jövő héten megjelenik a kiegészítő pakli csomag, úgyhogy így a kisé unalomba fulladó játékot mindenképpen ez nagyon fel fogja dobni és forgatni. A család és a barátok hogy állnak ez a hobbi játékhoz? Barátnőmmel élek együtt, ő igazából meglehetősen jól tolerálja az ilyen jellegű elfoglaltságokat. Nem volt ebből még különösebben úgymond családi konfliktus. Az ismeretségi kör meg nagyjából átfed a Hearthstone-os ismerősökkel, tehát tulajdonképpen együtt játszunk. Köszönöm, hogy válaszoltál kérdésemre. Utolsó szó, Jengel, mit mondanál kedves nézőknek? Hát üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy itt lehettem. Én Furacsi voltam, ha tetszett a videón, kiratkozzatok föl.